A mai napon került sorra a Benedek Elek rajzpályázat zsűrizésére, amelyet a Duna International könyvkiadó hirdetett meg. Összesen 160 darab rajz érkezett, és neves zsűritagok látogattak el hozzánk, hogy kiválasszák azokat a rajzokat, amelyek bekerülnek a könyvbe, illetve azt a 15 plusz még ugye 4 külön díjast, akik annyira nagyon jól rajzoltak valamilyen szempontból, hogy mindenképpen megérdemlik azt, hogy kiemeljük őket. Bakos Tamás, az ELTE vizuális nevelési tanszék vezetője itt ül velem szemben. Mi alapján zsűrizett, vagy mennyire volt nehéz zsűrizni? Hát nem volt könnyű alapvetőleg, mert a élvényszerűség erőteljesen átüt ezeken a munkákon. Tehát akik olvassák, a gyerekek azok nagyon erőteljes összhangot tudtak teremteni a mesével, a mesei élménnyel, amit egyébként én azért tartok fontosnak, mert hát túl sok negatív, meg zavaros élmény éri őket. A mesének a tiszta, meg sűrített jellege az mindenképpen fontos. No, és ennek a képisége jelenik meg a gyerekrajzokon, hát különböző korosztályok adtak be munkákat, ez egy kicsit nehezítette a munkánkat, hiszen egy más-más korosztályra más-más kifejezési mód jellemző. Ez kis gömbölc. Hát ez nagyon jó. Hogy mi ez? Nem kis gömbölc? De, az emlékszem be. Hát ez remény. 5 éves. Feltétlenül kapjon díjat. Nagyon jó, nem? Öké. A munkájára 15 éves vagy mennyik, 98-as, 14 éves. Mindenképpen el lehet mondani, nagyon színes, nagyon gazdag képzelő erővel rendelkező gyerekek munkái, és hogy technikailag is némelyik szinte döbbenetesen eredeti vagy sajátos, amely valószínűleg a tanároknak köszönhető. 14 év volt a felső korhatár, és ugye 12 meséhez kellett rajzolniuk a gyermekeknek. Azért látszódott, hogy vannak kedvenc mesék. Ön szerint ez miből adódott? Hát kétségkívül, hogy azok, amelyek dinamikusabbak, vagy esetleg a mesei történés nem annyira szövevényes, egyértelmű. Hát egyébként a kis gömböc az készült a legtöbb rajz, azt hiszem. Ez bújik meg a kérdés mögött. Nem véletlenül, hát egy nagyon megkapó történet, tehát persze drámai, mondhatni a zsűrinek egy kicsit fel is tűnt, hogy éppen ez a történethez érkezett a legtöbb. Mi jellemző a mai gyerekrajzokra? Mit lehet elmondani mondjuk azok alapján, amik itt vannak, vagy amelyiket kiválasztották? Hát általában a mai gyerekrajzokra, mondjuk az iskolás korosztályra köztudottan az jellemző, hogy ahogyan múlnak az évek, tűnik el a képalkotásnak a készítése, vagy sémákat, sablonokat vesznek át a gyerekek, és háttérbe szorul egy kicsit az egyéni sokszínű látásmód, amit a tanárok leginkább úgy tudnak inspirálni. Hát egyrészt a történetekkel és a mesével, meg a sokféle képiséggel, amelyel megismertetik őket. Tehát a séma világ az szerencsés módon ebben a anyagban kevésbé volt megtalálható. Több volt a eredeti munka. Némelyik már egyébként sajátos stílusú is, különösen a 13-14 éves korosztálynál, és hát voltak olyanok, amelyek éppen a szűkebb képi világával, a emblémikus jellegével, a kicsiknél megragadó vagy figyelemfelhívó. Ezeket is díjaztuk. De nagyon szeretnek grafittal rajzolni korán, aprólékosan, úgyhogy teljesen elképzelhető, 13 éves, megmondja ő magát. Tehát ismeretet küldeni, nem csak eredeti munkát? Neten is ilyen fel lehetett tölteni. De ez azok is itt vannak, mert kinyomtattuk. Ez végül is minden látszik rajta. Minden bizonnyal ő ezzel foglalkozik. Igen, ezeket már gyakorolt. Tehát a zsűrinek éppen azért volt nehéz dolga, mert a korosztályokat valahogyan a helyükre kellett tennie, és ezen belül meg kellett keresni a legjobb, legeredetibb, legképzeletdúsabb munkákat, figyelembe véve azt is, hogy egy-egy korosztálynak más-más a képi eszközvilága, hol szűkebb, hol gazdagabb.
Ön, mint a vizuális tanszékvezetője, hogy lehet a gyerekeket még jobban rávenni arra, hogy mondjuk minél többet rajzoljanak? Ez a vizuális nevelés központi problémája, mint ahogy az előbb is mondtam, valóban azt veszük észre, hogy 14 éves kortájékán ez a fajta késztetés eltűnik a gyerekekből, ez köszönhető a médiáknak, ez kétségtelen, meg a körülöttük zajló nagyon gazdag képi világnak. Sokféle technikát, képi változatot, stílusokat, anyagokat kellene mutatni a gyerekeknek, több időt engedni erre, több idő kellene a közoktatásban a vizuális és általában a művészeti nevelésre, erre már vannak törekvések. És hát egy olyan élmény hátteret nyújtani, amely nem kész képi világot nyújt, tehát nem kész sablonokat, mint a mai rajzfilmek vagy a filmek, hanem esetleg éppen a történetek, események, a mesék, vagy a velük megtörtént élmények lehetnek kifejező jellegűek. Nagyon szépen köszönöm. Következő zsűri tagunk, akivel azt hiszem érdemes beszélgetnünk, Döbrentei Ildikó meseíró. Ön hogy került be a zsűri tagok közé? Tulajdonképpen úgy, hogy Grillus Vilmos komám és alkotói társam javasolt, és azt hiszem, hogy azért volt itt benne a helyem. Egyrészt van egy rajztanári diplomám nekem, de íróként ugye úgy kerültem ide bele ebbe az egészbe, és úgy találtam meg benne a helyemet, hogy volt a mi életünkben 7 év körülbelül a Magyar Televízióban, ahol több mint 20 évet dolgoztunk Levente Péterrel, Grillus Vilmossal és alkotótársakkal, de volt abból az a 7 évünk, amikor az égből pottyant mesék volt az esti mese a Magyar Televízióban, az M1-en, és hát abban a gyerekrajzok adták a meséknek a meséknek az alapját, a gyerekrajzok alapján születtek. Különös figurák, akikkel itt ma is találkoztam, bár ez egy kötöttebb képi világ, ugye, tekintve, hogy Benedek Elek mesék alapján rajzoltak a gyerekek. Mennyire volt nehéz zsűrizni? Főleg ugye azért, hogy szinte 0-tól 14 éves korig ugye rajzolhattak a gyermekek. Soha nem voltam még ilyen zsűriben. Tehát minden eddigi megszámlálhatatlan sok zsűrizésem korcsoportos osztásban történt. Volt, ahol nem így gondolták, de miután konzultáltunk, időben előtte kérték, hogy vállaljam el a zsűriben való munkálkodást, én akkor ezt mindig javasoltam, hogy óvodást óvodáshoz lehessen hasonlítani. Ez ma nem így volt. Először is az, amit el kell mondani, hogy milyen nagy dolog, hogy van egy kiadó, ez az önök kiadója, amelyik gondol arra, hogy na, hogyan él Benedek Elek világa egy mai gyerekben. Nekem megvan a mai napig a Kisgyermekek nagy mesekönyve című mesekönyvem, amit elsős koromban kaptam. Én 52-ben voltam elsős. És 52-ben kezdtem az elsőt, 53-ban kaptam azt a könyvet. Rengeteg kiadásban még azt kiadta a Móra után. Az szerintem a mai napig kapható. Egy nagyon jó meseválogatás, amiben nekem megvan az eredeti, a Benedek Elek meséket én szépen a tartalomjegyzékben aláhúzogattam. Azokat szerettem a legjobban. Nagyon szerettem az Arany János mesefeldolgozásokat, a kolozsvári Grampier Emillek és az összes többit, de ez volt a kedvencem. Benedek Eleknek van valami varázsa, és látnivaló, hogy a mai gyerekre is van varázsa. Egy nagyon szép nívós képi anyag gyűlt össze.
nem volt mennyiségben olyan rengeteg, hogy lehetetlenítette volna a választást. Ez egy pontosan, nem egészen 200 darab rajz, ugye, ami pontosan átfogható itt 4-5 embernek a különböző szakirányultságával, hozzáállásával. És hát jó tudni, ugye, hogy a ELTE óvodai, tanítói szaknak, a tagozatnak, vagy a vizuális tanszéknek a vezetője részt vett. Jó tudni, hogy tehát az ember mindig örül, hogyha van benne, tudom, hogy fontos jó szakember, aki ért hozzá. És közös szemlélődéssel azt tudtuk megállapítani, hogy a kicsiknek a korosztályából onnan ugyan egy kicsit kevesebb, de nagyon szép, nívós képek érkeztek, és a nagyoktól pedig különösen. Most ez azért érdekes, mert hát van annyi tapasztalatom, hogy mondhatom, hogy akkor szoktak sikeresek lenni a rajzpályázatok, hogyha iskola év alatt hirdetik meg. És akkor szépen az óvodában, és különösen az iskolákban, hát ott a csoportokat tudnak mozgatni jó pedagógusok. De itt most nem ez volt, ez egy júniusban meghirdetett pályázat. Csodálkozva láttam, hogy ez így volt. Tehát nyáron, akinek kedve volt, az pályázott, illetve, ahogy hallom, különböző talán képzőművész táborokból. Hát, hogy ki lehet venni motivumokat. Hát ebből is gyakorlatilag ez a rész. Hát nagyon szép, ez is jó. Hát az a legprofibb rajz, mondjuk az ezt. Ez nehéz akvarell, mert valami akvarellváltás, az akvarellt festeni nagyon. Ön mi alapján választott? Mert azért nehéz volt a választás, de ahogy én láttam ugye a zsűrizés közben, azért ön szószóló volt, és szerintem ez nem is baj, egyáltalán is irányított. Mi, vagy melyik volt az a rajz, amelyik nagyon tetszett, amelyik színes volt, vagy amelyikben volt valami különleges? Hát mindig az a legfontosabb talán, hogy ha a gyerekrajz, hogy eredeti legyen, hogy ne göndörszempillás Walt Disney figurák mosolyogjanak vissza az emberre, mert a gyerekek nagyon szeretnek másolni. De ahogy eredeti legyen, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy szépen türelemmel kidolgozott kép legyen. Számomra mindig a legizgalmasabb az, hogy érdekes, hát kicsit humoros, mivel gyerek rajzolja, tehát mindig van valami esetlegessége, és valami kis tökéletlensége, hogy a figura, hogy olyan figurák legyenek, akik magukért beszélnek. Én mindig figurákra írtam mesék, és mai napig is írok gyerekrajzra meséket, de mindig, amikor egy különlegesség megfog egy figurában. És hát az ember mindig egy egész képet néz, tehát amikor megnézek ugye egy képet, és azt mondom, hogy itt van ez a Petsz Ilona, aki 2004-ben született, tehát 12 éves, és egy ilyen gyönyörű képet tudott beküldeni, a saját munkáját. Milyen érdekes ez, ezek a gyönyörű, mély, tüzes, kék, lila, vörös színek, és hozzá ez a bekarcolt, majdnem fehér kontúrrendszer az egészben, ami végig kíséri az egész képet. Amitől nekem ez a kép például azt juttatja eszembe, olyan, mint egy selyem festmény. Nagyon-nagyon, de ami itt van alatta, ez egy színes viaszba bekarcolt technikával készült, ezt tanították neki, egyébként ő vele is foglalkozik egy jó, hát mondjuk nincs rá jobb szó, hogy rajztanár, pedagógus, és ő vele is foglalkozik valaki, tehát ezt tanulja, szerencsére vannak ilyen jó rajztanárok még,
egy egyszerű technika, amiből nagyon igényes, szép kép kerekedhet. És hát ezt csak itt találomra emeltem most ki kettőt. Ő Dobrai Ildikó, Romániából, Nagybányából küldte a képet, 2001-es születésű, tehát 11 éves. Gyönyörűen komponált, egy nagyon érdekes, szép, visszafogott színvilága van, és minden felület gyönyörűen ezzel a viasszal megmunkálva. De hogy gyerekrajz, hát azért nézzük meg, ez a hatlábú ló, ugye, ez biztos, hogy nem másolt ló, és van egy érdekes ülési technikája ennek a királyfinak, hogy ott támaszkodik rajta a merev lábakkal, ez gyerek rajzolta, látszik, de szép, az ember az egész képet nézi. És hát vannak képek, amikből részleteket választottunk, és belekerülhetnek egy könyvbe. Hát ilyen megtiszteltetést gyereknek, hogy nyomtatásban, könyvben megjelenik az ő képe, én egész biztos vagyok, hogy egész életére végig kíséri ez az élmény. Úgyhogy kívánom, hogy még sok ilyen jó ötletük legyen. Így van. Meg kell bíztatni, nagyon sokat dolgozott rajta, és azért ezek szépek, azok a részletek. Én ezzel nem tudom, hogy a mai napon sikeresen lezajlott a zsűrizés a Benedek Elek rajzpályázattal kapcsolatosan. A Duna International könyvkiadó főszerkesztője, a következő vendégem Sipos Attila. Hát elég nehéz dolga volt a zsűrinek, és ugye neked, mint főszerkesztőnek ki kellett találni, hogy egyáltalán hogy legyen egy könyv. Nehéz kitalálni egy mesekönyvet? Hát ennél már csak kérdezni nehezebb. Nehéz kitalálni, és hogy őszinte legyek, nagyon féltünk ettől az ötlettől, mert az megint más, hogyha egy könyvet, vagy akár egy egész sorozatot egy valaki rajzol végig. De más az, hogyha, hát most hirtelen nem is tudom, hogy hány gyereknek a rajzát látjuk itt az asztalon, de legalább egy másfél tucatét. Most hogy fog ez könyvé összeállni, bevallom őszintén, most még nem tudom megmondani. 2,5 órát zsűriztünk. Nem tudom. Nehéz. Igen. A zsűrinek is ugye nagyon nehéz dolga volt, mert nem korcsoport szerint osztottuk fel, hanem mesék szerint osztottuk fel. 12 mese van, ami most a 11-es kötetben meg fog jelenni. Ez mesénként hány rajzot jelent? Változó. Itt az asztalon van olyan, amelyikhez csak 2 van, van olyan, amelyikhez 4-5 kiválasztottunk. A legnehezebb talán a kis gömböc mese volt, mert ahhoz legalább 25-30 rajz érkezett. Talán a legismertebb mese volt ebben a kötetben. Így aztán ő hozzá került a legtöbb rajz. A másik dolog, hogy lesznek olyan rajzok, amit majd nem teljes egészében fogunk felhasználni. Itt volt a kötetnek az állandó tipográfusa, hogy vele is egyeztettünk. Lehet, hogy lesznek benne olyan rajzok is, amikből csak egy-egy elemet fogunk kiemelni. Meglátjuk. Én most egyelőre bizakodom, mert a választék óriási volt, és szerintem, amit kiválasztottunk, azok egész egyszerűen fantasztikus rajzok. Visszatérve arra mondatodra egyébként, hogy nem korosztályok szerint válogattunk, ez nagyon fontos volt számunkra, és azt kértük is a zsűritől, hogy ne vegye figyelembe azt, hogy 6 éves, 4 éves vagy 14 éves rajzolta, mert egy 4 éves vagy egy 5 éves gyereknek a rajz is lehet annyira értékes, és került be a könyvbe nem egy ebből a korosztályból. Mennyire különleges egy ilyen könyv most a piacon, amelyet gyerekek illusztrálnak? Szerintem nem volt még ilyen könyv, amit teljes mértékben gyerekek illusztráltak volna. Legalábbis én nem emlékszem rá több mint 30 éves kiadói pályafutásom során. Olyan volt, hogy felhasználták a gyerekeknek a rajzait, egy-egy rajzot, vagy akár többet is.
Az egyik zsűritag mesélte éppen, hogy az égből pottyant meséket gyakorlatilag így csinálták, hogy gyerekeket kértek fel rajzokra, de aztán végülis ebben is beledolgoztak profi grafikusok. Itt nem. Tehát itt az első rajztól az utolsóig, a borító rajztól kezdve, az utolsó oldalon lévő rajzig mind gyerekrajzok lesznek. Szerintem ilyen nem volt még Magyarországon. Már csak egy fontos kérdés maradt, hogy mikor fog megjelenni ez a könyv. Október 19-én fog megjelenni, ezt egy picit sajnáljuk, mondhatnám a kiadó és a zsűri tagok nevében is, mert Benedek Ereknek a születésnapja szeptember 30-ára esik, és akkor van a Magyar Mesenapja is, egyébként és szerettük volna erre az időpontra rögzíteni, de nem sikerült. Ezzel szemben viszont mondhatom örömhírként, hogy legalább két helyen is fog szerepelni ez a pályázat, illetve a beérkezett rajzok. A Néprajzi Múzeumban és az ELTÉ-n, amely különösen fontos számunkra, mert ők pedig novemberben, tehát nem sokkal a könyv megjelenése után rendeznek majd egy Benedek Elek mesemondó pályázatot. És most összekötjük ezt a két dolgot, tehát a gyerekek megnézhetik azt, hogy más gyerekek, más Benedek mesékhez, vagy talán ugyanazokhoz a mesékhez, amiket ők elmondanak, milyen rajzot rajzoltak, és talán akkor nekik is lesz kedvük. Meg talán nekünk is lesz kedvük, hogy még csinálunk egy ilyen kötetet ebben a sorozatban. Köszönöm szépen. Nagyon szépen.